Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Rex to Riches nevű sorozatomnak a legújabb része. És az előző részben ikreink születtek, ami elég komoly, és úgy látom szinkronban sírnak, szóval már jól indul ez a rész. Hana és Anna megszülettek, és sokan írtátok a kommentben, hogy szerintetek meg kéne változtatni Vanessa-nak a haját, hogy egy kicsit anyukásabb legyen, szerintem megtartjuk ugyanezt a hajat, csak sima barnában, és úgy látom, hogy ők így közösen tök jól gondoskodnak a gyerekekről, úgyhogy erről csinálunk is egy thumbnailt. Nagy az összhang, úgy látszik, a családban. Egyébként is annyira cukik Jessie-ék, imádom őket. Olyan kis idilli pár, és nem tudom, mi van most a képernyővel, nem sikerült mozgatni az előbb. És ugye ígértem az előző részben, hogy megcsinálom a gyerekek szobáját így két rész között, mert nagyon nem lett volna értelme ezzel húzni az időt, csak nem tudok most beszélni. Szóval így néz ki a gyerek szoba most, csupa rózsaszín, úgy gondoltam, hogy Vanessa nem annyira ragaszkodik a semleges nemekhez, már mint hogy a nem semleges szobákhoz, hogyha értitek, tehát hogy... Igen, nem úgy nem semleges, mint az, hogy teljesen rózsaszín az egész, hanem mindegy, értitek. Nem mint akarok kihozni belőle. Szóval ő nagyon kislányos kislányokat szeretne nevelni, rózsaszín, habos-babos, elkényeztetett kis hercegnőket. Így az elkényeztetettet nem úgy kell érteni, hogy elviselhetetlen személyiségük lesz, csak szimplán úgy, hogy burokban nőnek föl, és nem tudják milyen szegénynek lenni, és ezért fog Jessie végül úgy dönteni, hogy hát ki kéne próbálniuk azt az életet, amit ő élt, és még nem tudom, hogy mi lesz a sztori, nem nagyon láttam kommenteket ezzel kapcsolatban, hogy mit szeretnétek majd látni, mit csinálunk velük. Talán azt láttam, hogy az egyikőjük legyen gazdag, és tartsa meg a családi vagyont, meg mindent, költözzön el, kapjon saját házat. Ezt a saját házas témát, ezt már én raktam hozzá, hogy ne a szüleivel lakjom. A másik pedig dolgozzon meg ugyanúgy a pénzért, ahogy eddig, de én például abba is benne lennék, hogy ketten fognak együtt pénzt keresni, attól függ, hogy milyen kiegészítő fog érkezni legközelebb a játékba szerintem. Tehát, hogyha van két megélhetési mód, akkor simán csinálhatjuk a két babával, ha csak egy van, akkor nyilván egyel fogunk játszani. Romance Festival is in town, nem fogunk elmenni a Romance Festivalra, mert most nem érdekel minket. Elromlott a csap. Úgyhogy mondjuk meg az Jessie-nek, hogy javítsa meg. És még érkeztek olyan ötletek, mit csinálsz, Vanessa? Jézusom, megőrültél, beleőrültél a szülésbe, vagy mi a baj? Plan outfits. Szóval olyan komment is érkezett, hogy majd öltöztessük egyformán az ikreket, csak mondjuk más színű ruhába, és szerintem ez tök oké. Majd tartassátok be velem, hogyha esetleg elfelejtem, mikor felnőnek. Remélhetőleg nem fogom. És akkor most csak Vanessa-nak megváltoztatjuk a haját. Úgy gondolom, hogy a ruháim maradhatnak, azok annyira nem vészesek. Legyen barna? Úgy látszik, hogy a természetes hajszíne az ilyen barna volt. Így a szemöldökéből kiindulva. De milyen vicces lenne szőkével, szép lenne szőkével is van ezt szerintem. Mindegy, maradjunk a természetes hajszínénél, és kész is vagyunk. Ez volt eddig a leghosszabb idő, amit Create a Sim módban töltöttem karrierem során, idézőjeles karrierem során. Ja, jól van. Akkor szerintem gyorsan menjünk el mosdóba, aztán figyeljünk a babákra, illetve írjunk még egy könyvet, mert most már kelleni fog a plusz pénzbevétel, hogy tartsuk a babákat. Nagyon drága gyerekeket tartani, szóval... Ó, nem Jessie-vel, várjatok. Úgy látszik, Vanessa-nek szüksége van egy kis kajálás, és valamiért nagyon csapkodja az ajtót, mint hogyha feszült lenne, de nincs csak a feszültségre. Nagyon boldog a gyerekek miatt. Ezt pedig majd szépen feltörölheti, bár most abba fogja hagyni a kajálást. Úgy bizony. Ezután folytathatod. Lena Moses, my neighbor says, one kiss at the Romance Festival is worth 10 anywhere else. Hát, Lena, nem túl kedves tőled, hogy elhívsz minket a Romance Festivalra, úgyhogy tudod, hogy most születtek meg a gyerekeink, és boldog párkapcsolatban élünk. Az a baba híres, ez meg nem tök fura. Hanem már alapból híres. Egyébként Hannának fogom hívni, mert nincs ott a H mögötte, és így nem vagyok benne biztos, hogy kellene nevezni Hena. Hena, meg Anna, maybe. Na, szóval már most egyforma ruhában vannak, akaratlanul is.
Jól van. Na, Jessi, figyelj. Neked kéne dolgoznod. Van valami itt az eszköztárban? Van. Adjunk hozzá a transitionokat, és szerkesszük meg, aztán majd feltöltjük, ha ezzel végeztél. Ezt eladom. Majd kinyithatod azt a levelet, ez micsoda? Flirty Celebusérum. Az most nem fog kelleni nekünk. És akkor azt mondjuk Vanessának, hogy írjon egy non-fiction-t. Az jó lesz. Megvárjuk, míg elmosogat. És egyébként eltöltözhetne ebből a kórházi ruhából. Nagyon vicces amúgy, hogy a kórházi ruháknak nincs hátulja, elég kellemetlen érzés. Kicsit szellős. Jó, a gyerekek jól vannak. Hé, megint nem tudod használni ezt a számítógépet? Én teljesen össze vagyok zavarodva, hogy miért nem lehet használni ezt a számítógépet amúgy. Mert mint, hogy miért ilyen nehéz használatba venni, amikor látszólag működik tökéletesen. Na mindegy. Jessi el van, kicsit télies ruhába ült oda, de szerintem nincs ideg, csak nem fagynak meg a gyerekek, mire van ez állítva. Ki van kapcsolva, szóval se megfagyniunk, se megsülniünk nem kell. Egyik gyerek alszik, remélem a másik nem kezd el sírni, nehogy felébredjen. Jéj, szakad az eső. Ez az. Milyen évszakban vagyunk? Tél van. Téli gyerekek akkor. Közben a malackáim a háttérben dorombolnak, meg futkorásznak, mert éppen most kaptak vacsorát, és ez az aktív időszakuk. Bár sose lehet megjósolni, van, hogy egész nap alszanak, van, hogy egész nap futkosnak. Ha halljátok őket, akkor sorry. Nem megyünk sehova. Skacok! Most születtek meg a gyerekeink, ilyenkor nem illik elmenni itthonról egy pár hétig, mármint nyilván az apukának szabad dolgozni, meg ilyesmi, de ezért piálni mondjuk nem kéne elmenni, szerintem. Jaj, hogy állunk ezzel a videószerkesztéssel? Lehet, hogy alvás előtt még feltöltjük. Megvárom, míg elkészül. Várjatok, mennyi az idő? 8, este 8, majdnem 9. Nézni kell majd a visszaszámlálást, hogy teljesüljön így a kis New Year's Eve-ünk. View video inventory és upload video. Kell keresnünk egy csomó pénzt most, hogy gyerekeink vannak. Mondjuk azért 42 ezer van a kis bankszámlánkon, az nem olyan rossz. Még nem lehet megnézni a visszaszámlálás, szóval szerintem aludjunk addig egy picikét, csak egy ilyen gyors alvás, hogy nehogy bealudjunk a visszaszámlálás alatt. Vanessa fél a vihartól. Megnézem az időt, és pontosan 11-kor megállítom. 11-től lehet ezt nézni? Igen, 11-től lehet nézni a visszaszámlálást, úgyhogy még van egy órád aludni, Jessi. Vanessa is kezd álmosodni, aztán majd a gyerekek is rosszul lesznek valószínűleg, ennyit nem szoktak kibírni normálisan, mármint sírás nélkül, szóval figyelni kell rájuk is. De tök jól vannak, nem tudom, mi van ezekkel a babákkal. What an achievement! Yay! Befejeztük a kis könyvünket, úgyhogy adjuk el, remélhetőleg Vanessa nem ijed meg annyira a vihartól, hogy elfelejti publikálni, és befut. Szerencsére ez nem történt meg. Júj, nem néztük. Úristen, lemaradtam. Ne! Pedig elkezdtem nézni az időt, és most ezt elrontottam. Mit lehet még csinálni? Jó, flörtöljünk Vanessával, az segíteni fog. Romance. Compliment appearance. Nézzük csak. Romance. Flirt. Romance. Blow a kiss. Ez nem fog számítani, de semmi baj. Do an impression. Próbálom legalább a fennmaradó egyet teljesíteni, ha már az nem sikerült. De csak hajnali kettőig van időnk. Mit csinálsz, Jessi? Úristen, nem. New Year's Eve toast. Gyerünk, mondj egy toastot, jó? És még egyszer dicsérd meg a kinézetét, nagyon szexi vagy a kórházi köntösödben, Vanessa.
Hey, nem, de ez még el se kezdődött. Sing, tell jokes. Jó, akkor practice singing. De nem teljesült. Mindegy, Vanessa-nak igen, szupi. Elkezdtünk kaját csinálni, akkor folytassuk. Vanessa pedig menjen el a mosdóba, aztán aludjon egyet. Majd Jesse vigyáz a babákra, hogyha... ha kell. De miért vannak el ilyen jól? Nem, mint hogyha nem örülnék, csak nem értem. Ez valami bug a Sims-ben. Általában visítanak a gyerekek non-stop a játékban, szóval nem tudom hova tenni. Oké, Jesse, elég lesz, köszi. Vanessa, neked is elég lesz a tévénézésből, jó? Futás. Mikor fel kell, addigra pont nagyon éhes lesz, úgyhogy megesszük majd a Jesse által készített. Oh. Szóval ez egy személyes adag. Hát, akkor nem esszük meg a Jesse által készített kaját, hanem majd veszünk elő maradékot a hűtőből. Mi a baj ezzel a babával? Billy Star, már 3 csillagos sztár, ő meg 1 csillagos sztár, oké. Mi a bajotok, Jézusom? Change dirty diaper. Change dirty diaper. Sziasd, Jesse! Meg fognak halni! Oké, ügyes Jesse vagy. Milyen jó apuka lett a mi kis fiunkból, még tegnap tipegő volt. Oké, Battlefield. Battlefield. Talk. Rock, make silly face, cuddle, bounce. Az elég lesz, aztán utána majd a másik gyerekkel is foglalkozunk. Talk. Oké. Okay. Egyelőre csak egyet sikerült berakni. Rock, make silly face. És most megint várunk. Cuddle. Bounce. Change diaper. Az most talán nem fog kelleni. Most lettek kicserélve. Ó, már 3-as parenting skillünk van. Jesse nagyon jól nyomja. Csinálunk egy képet úgy, hogy felveszi a gyereket. Ez olyan cuki. Ó. Jesse a minta apuka. Háttérben az egy szarú. Az egy kicsit creepy. Jól van. Talán ezzel el lesznek egy darabig a babák. Mi meg tudunk csinálni egy videót. Vegyünk fel egy magabiztos vlogot. Ó, beköszöntött a tavasz, tök jó. Minden királyabb lesz. Talán nem lesz ennyire hideg. Nem lesz ennyi vihar. Aztán még kiderül, lehet, hogy egész tavasszal esni fog. Amúgy azt vettem észre, hogy a Sims-ben, mióta megvannak az évszakok, nagyon sokat esik az eső. Szóval tök mindegy, hogy hol vagy. Tuti non-stop szakad az eső. Semmelysúnóban is állandóan szakad, itt is. Jó, mondjuk Oasis Springet, nem tudom, ugye az sivatagos, szóval lehet, hogy ott nem esik ennyit az eső, de egyébként mindenhol máshol rengeteget esik az eső. Miért hívják Jesse-t? Ó, köszi, Mózis. Valaki. Mózis volt a keresztneve? Nem. Az a vezetékneve volt. Jézusom, elfelejtettem. A dadusunk nevén. Kell keresnünk még 8000 pénzt az újévi fogadalmunkhoz. Léna Mózis. Úristen, de kell, hogy elfelejtettem. Jó, Jesse is eszik, reggeliznek egyet közösen végre, Vanessa nem abban a béna kórházi köntösben van. A barna hajjal is nagyon szép. Vanessa mindenhogy nagyon jól néz ki. Az idilli reggelit is lefényképezzük emléknek. Oké, és Jesse nagyon álmos. Szóval elmegyünk aludni, sikerült befejezni azt a vlogot. Úgy látszik, igen. Jól van, majd megszerkesztjük, hogyha kialudta magát. Vanessa meg szépen eltakarít, szuper.
Ezt is légy szíves. Clean up. Aspiration completed. Ó, az egészet befejeztük. Tök király. Kaptunk egy valak pénzt. Royalty report. Vanessa is sok pénzt kapott. Nézzétek, 106 simoleont kaptunk csak azért a könyvért. Király, írunk még majd. Nézzük, hogy állunk. Kell választanunk egy új aspirations. Legyen ez. Már csak 7000 simoleont kell a házunkra költeni, hogy ezt teljesíthessem. Vanessa telefonál. A babák jól el vannak, kell, hogy baba korban nem lehet még őket nagyon fejleszteni. Hire nanny service. Megvárjuk szerintem, mink maguktól megöregednek. Nem nagyon sietünk, de tök menő lenne tipegőkkel játszani. Mondjuk biztos kevesebb pénzt keresnénk, mert elég megterhelő két tipegőre vigyázni egyszerre. Hogyha valaki régóta nézi a csatornámat, azt tudja, hogy megcsináltam a Seven Toddlers Challenge-et, ahol egyszerre 7 tipegővel kellett megbirkóznom. Az egy nagyon király kihívás volt, imádtam csinálni, és sikeres volt. Ups, spoiler. Úgyhogy az nagyon király volt, nézzétek meg, hogyha nem láttátok, de remélhetőleg ebből a sorozatból nem lesz egy Seven Toddlers Challenge. Amúgy sem lehet, mert két szülő lakik, szóval max 6 Toddler Challenge lehet. Jól van. Üljünk ide, nem? Mert úgy látszik, csak így működik a számítógépünk. Bocsánat, kiszáradt a torkom. Write genre book. Írjunk egy non-fiction-t. Nem tudom ezért mennyi pénzt kaptunk, de biztos egész sokat. Olyan tündériek ezek a babák, tök jól el vannak. Órákon át csak fekszenek, mosolyognak, nem csinálnak semmit, tök jó. Hena és Hena. Gyakorlom a nevüket, úgy össze fogom őket keverni, mint az állat. Majd figyeljétek meg. Most is összekeverem őket, a baloldali Hena, jobboldali Hena. Jó, megjegyzem. Pedig most még egy helyben vannak. Mi lesz majd, ha ugyanúgy öltöznek, csak más színben? És össze-vissza mászkálni fognak. Na, az durva lesz. Jessie nagyon sokat alszik. Pörgessünk bele egy kicsit az időbe. Mindjárt fel fog fejlődni Vanessa a könyvírásban. És akkor írhatunk új műfajokat. Vagy hát új műfajokban írhatunk. Baba krízis. Vanessa, mikor fejezed be a könyvet? Még nem mostanában. Úgyhogy ezt most hagyd abba. És change dirty diaper. Gyorsan. Boom. Te hányas szinten vagy parenting skillből? Ja, az nem is itt van, várjatok. Itt van. Te csak egyes szinten? Hát akkor ezentúl te gondoskodsz a gyerekekről. Illene, magasabb szinten lenned, mint anyuka. Mégiscsak az a természetes, hogyha az anyukával érintkeznek többet a babák, mivel belőle esznek. Talk, rock, cuddle. Márpedig te most fel fogsz ébredni, gyermekem, nem érdekel, hogy éppen alszol, fel fogunk ébreszteni. Talk, rock, cuddle. Mikor van a szülinapjuk a babócáknak? Várjatok. Naptár. Jéj! Hétfőn, az holnap van. És egyébként a szülőknek is hamarosan születésnapja lesz. Most már hagyjuk őket öregedni. Eljutunk addig, ameddig tudunk a pénzkeresésben, aztán méltóság teljesen megöregszenek. Ennél az évadnál nem vagyok annyira maximalista, mint az előzőeknél, hogy nagyon nagy luxus villa kell nekik, bár egész jól állunk pénzen, szóval azért építhetünk egy ennél jóval fényűzőbb házat. Hogyha megnézitek kívülről ezt a házat, ez még mindig egy kis csőttömeg, és egyébként ennyi pénzből már elköltözhetnénk a Pinnacles-re nagy valószínűséggel. Szóval, ja. Egy kicsit el vagyunk maradva a fejleszgetésekkel az előző évadokhoz képest. A pénzzel szerintem nem, csak szimplán a ház felújítással vagyunk elmaradva.
Jó, befejezzük a kis könyvünket, Sid. Write, resume writing. XY című könyvünket. Szupi, Jesse, hogy van, mindjárt felébred, akkor megszerkezgetjük a videót. Úristen, mindjárt itt a szili napjuk a babáknak. Add the facts. Hát arra nem tartunk még partit, mert ugye a babáknak nem lehet, tehát nem lehet őket tortával felöregbíteni, hanem úgy felöregednek maguktól. Jó, mindent bepakoltam ide. Szóval felesleges nekik tortát sütni, vagy partit rendezni, nem is lehet nekik, tehát nincsenek is ott így felsorolva a partiknál, mint szülinapos a babák. Szóval nem számítanak szimeknek, nem is lehet őket kiválasztani, ami elég szomorú. Milyen dolog már, hogy a babák nem vehetnek részt a partin. What an achievement! Yay! Kész a könyvünk, gyorsan ki is adjuk. Léna Mózis nem érdekel minket most. Felfogadhatnánk Dadának, de egyelőre olyan jól boldogulunk a gyerekekkel. Most már Léna is öregszik egyébként? Elfelejtettem, mik a beállításaink. De amikor tipegők lesznek a gyerekek, biztos kelleni fog majd a segítsége, úgyhogy átjöhet vigyázni rájuk, csak elég ciki lenne, hogyha itt halna meg. Ja. Jó van, Vanessa, szerintem ülj le, és állj neki a következő könyvednek nagyon. Ó, te nem is Vanessa vagy, hanem Jesse. Na, te vagy Vanessa. Ó, álmos vagy? Meg fürödnöd kell. Hát rendben van, akkor menjünk el zuhanyozni, és aludjunk egyet, addig pedig figyeljük Jesse minden lépését, hogy hogy áll a videó szerkezgetésekkel, illetve ma már kaptunk fizetést, azt hiszem, megvárjuk a holnapi hétfői pénzünket. Biztos az is nagyon sok lesz, hogyha az előzőnél kaptunk olyan majdnem 10 000-et összesen. Yay! Okay, view video inventory, és nem tudunk ezzel már semmit csinálni, szóval feltöltjük, aztán megetetjük Jesse-t. Get leftovers. Lassan lehet, hogy már főzni is kell majd. Hogy vannak a babákok? Tök jól el vannak. Szupi. Pörgetünk egy kis időt. Ó, anyukánkra gondolunk. Ó, valamelyik sír. Megint büdösek vagytok? Jézusom. Change dirty diaper. Nagyon rossz hallgatni, ahogy egyszerre visít kettő. Sírhatna csak az egyik a másik helyett is. Elég menő lenne, legalábbis a játékban. Jó, jól vagytok, babák? Rendben, akkor Jesse zuhanyozzon le. Gyorsan. Ó, és közben mosdóba is kell menni, ami szomorú. Fordítva kicsit ideálisabb lett volna, hogyha előbb menj mosdóba, és aztán zuhanyzik, de nem baj. Válaszoljunk a kommentekre. Mennyire vagy híres, Jesse, egyébként? Ó, 3 csillagos sztár vagy, nem voltál? 4, még nem érted el? Lehet, hogy nem. Viszont a rendes számítógépen csinálhatnánk valami Facebook profilt, vagy ilyesmit. Aztán híreskedhetnénk ott is. Hogy jöjjenek ezek a fénypontok. Socialize? Nem. Social networking. Create social media timeline. Aztán ellenőrizzük is a kis idővonalunkat. Advertise minor product. Wow. Update social media status, share image. Check timeline. Check total for followers. Hogy tudunk reklámozni? Kim White mellett a City Living-gel érkező kis ikon, az internet ikon. Nem megyünk. Várjatok. Eskü nem értem a beállításainkat. Most... van auto age, szóval... és normal lifespan van.
Úgyhogy öregedniük kell nekik is. Nem tudom, Karim miért ennyivel fiatalabb még mindig Maya-nál. Na, szóval, hogy így a reklámozást nem vágtam most itt, hogy ezt miért lehetett. Ó, oh, vesztettünk 143 követőt a reklámozás miatt. Hát ez szomorú. Na, szóval azt hittem, hogy ez csak akkor lehet, hogyha benne vagyunk abba a karrierbe. És visszaszereztünk 28 követőt. Update. Aztán még egy képet megosztunk, telespameljük az egész oldalt. Mindenféle hülyeséggel meg rakunk fel a Instagramra dolgokat. Jól van, úgy látom, ennyit lehet hírnévér most csinálni. Megnézem, lehet-e újra válaszolni a kis kommentekre, de nem lehet. Közben ezt olvastam. Wow, 21 új követő, király. 35 új követő, bárcsak a való életben is így működne. Best image ever! 12 követő. Szuper. Akkor... Steady trends. Hogy megnézzük, mire van igénye az embereknek. Kids. Flower arranging, herbalism, embarrassed blog. Vagyis vlog. Jó, akkor beszélgetünk a gyerekekkel. Mármint... Begin recording. Ilyenkor minket vesz fel amúgy? Battlefield, shush, rock, cuddle. Remélem ilyenkor minket vesz. Bounce. Na várj, oké. Elvileg vesz minket. És hogyha felrakjuk majd ezt a képet, akkor tök képet, videót, akkor tök jó lesz, mert most ez nagyon megy a gyerekekről készített videók. Bounce, cuddle. Hana, légy szíves. Mármint Hana. Ó, Vanessa besegít. Jól van. Ó, összebarátkoztunk Enával. Ó, cukik. Úristen, Vanessa, mennyire jól van. Ezt kihasználjuk és írunk egy könyvet gyorsan. Sit. És külön megmondjuk neki, hogy write genre book. Ó, várjatok, befejeztük az előzőt? Jajaj, elvesztem. Igen, befejeztük az előzőt. Akkor írjunk screenplay-t. Ez jó lesz. Mit lehet még csinálni ezekkel a babákkal? Ma van a szülinapjuk, amúgy fel kéne venni a születésnapjukat. Igen, akkor szerintem Jesse most felnöveszti őket, és az lesz a legkirályabb videó ever. Age up, more choices, age up. Belepörgetünk egy kicsit az időbe. Oh, it's almost Jesse's birthday! Ne! Úristen, Hana aged up. Legyen... Milyen legyen, legyen Charmer. Legyenek jó gyerekek, olyan angyalok voltak eddig. Az egyikőjük Charmer lesz, ez lesz Hana. A másikőjük pedig Angelic, ez lesz Anna. Ó, várjatok, kell kép. Ez egy nagy pillanat. Igaz, hogy fel lesz a SimTube-om, de nekünk nem lesz meg. Várjatok, várjatok. Page up. Aj. Anna ágya útban van. Nézzétek, de kis szép, olyan cuki baba.
kitűnő genetikája lesz, hogyha az anyja vonásait örökölte. Te meg nehogy lemerüljél. Meg kell várnod a másik gyerek szülinapját, mert... Jézusom, ez ijesztő volt. Meg kell... Ki kell bírnod? Oké. Elég ciki lenne, ha csak az egyik gyerekünk felnövését tudnánk. Streamelni, vagyis hát feltölteni. Nos, úgy látszik, hogy... Anna... Járni tanulását már nem sikerült felvenni. Jézusom, mi az a cipő? Két rész között átalakítom majd a gyerekeket. Egyébként ilyen cuki ajtót kaptak. Szóval nem illik a házhoz, de legalább cuki. Jól van, ezt elrakom. Megmutatjuk Vanessának, hogy készen vannak a babáink. Ezeket eladom. Így. És hogy tudom felrakni ebből a videókat? Mindig elfelejtem, mert itt a transfer videos. Király, szerintem a gyerekek most el vannak, amíg ezt feltöltjük, és elég is köszönök tőletek, mert elég ideje játszottunk már ezzel a résszel. A következő részre átalakítom a kis babáinkat, és megcsinálom a szobájukat, hogy alkalmas legyen tipegők befogadására. Szóval tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!